Fotók, feliratok és ez az interaktív tábla is része a szombaton nyílt zsidó kiválóságok kiállításnak a zsinagógában. A holokauszt 80 éves évfordulójának tiszteletére a Széchenyi István Egyetem és a Fenntartó Alapítványának köszönhetően Balatonfüred után Győrben kibővítve tekinthető meg a tárlat. Az esemény megnyitóján beszédet mondott dr. Krausz Péter, a Zsidók Győri Gyökerei Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki kiemelte, hogy péntek este a zsinagóga ismét istentisztelet helyszíne volt, ezzel is fejet hajtva azelőtt a közösség előtt, akik 80 éve életüket vesztették. Ma már ez a ház a kultúra háza. Hangversenyek és zenét tanuló egyetemi diákok otthona. Mielőtt ennek jegyében felcsendül a zene, rendkívüli eseménynek leszünk tanúi. Ma este ugyanis itt nyílik meg a zsidó kiválóságok kiállítása Győr Múzeum, amely technika modern eszközeivel bemutatja a zsidóság és ezen belül a győri zsidóság legkiemelkedőbb személyiségeinek életét, munkásságát, hozzájárulását e város, Magyarország és esetenként a világ boldogulásához. Köszönetet mondok a jelentős költséggel járó projektet megvalósító egyetemnek és alapítványának. Professzor dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a kezdetektől fogva fő támogatója a tárlatnak. Az elnök beszédében hangsúlyozta, hogy a mai világban, amikor háborúk dúlnak, nagyon fontos a különböző népek és nemzetek vallásának elfogadása, a béke erősítése. Partnerségben az intézmény fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvánnyal rendkívül fontosnak tartja, hogy az itt zajló magas színvonalú zeneművészeti képzésen túl visszaadjon valamit a zsidóságnak, akiknek nem csak ez a lélegzetállító helyszínt köszönhetjük, de akik Győr gazdagodásához, kultúrájához, társadalomhoz is tevőlegesen hozzájárultak. Ezért nyílik itt ma meg Magyarország második zsidó kiválóságok kiállítása. A földszinten és a második emeleti karzaton látható tárlat 400-nál is több nagyszerű tudós, művész, sportoló életútját idézi meg. A 2000-es évek elején az enyészettől megmentett zsinagóg épület a kiállítással nem a megszokott módon kíván emléket állítani, hanem a helyi borzalmas cselekményektől szinte függetlenül a hely szelleméhez mégis méltó módon mutatja be számos zsidó vagy zsidó származású személyiség portréját és tanít új ismeretekre. A jelent és a múltat pozitív üzenettel köti össze, középpontban helyezve azt, ami a pusztítás ellenére is túlél, és amelynek valamennyien haszonélvezői vagyunk, akár tudjuk ezt, akár nem. Győrben tehát egy modernizált, kibővített változata látható most a kiállításnak, ahol a hagyományos leíratok mellett egy kártya segítségével interaktív táblán mutatja be a zsidó kiválóságok életútját, tetteit, munkásságát, találmányait, de tartalmaznak játékokat is angol, magyar és héber nyelven. Az alaptárlatot pedig a balatonfüredi Oldi Ferenc álmodta meg. Ahogy ma a világ kinéz, erre vagy valami hasonló érzékenyítésre nem csak itt Győrben, hanem nagyon sok más egyetemen, különösen az USA-ban és sok európai országban is nagy szükség lenne. A Széchenyi Egyetem azt gondolom, hogy itt és most utánzandó történelmet ír. A műsor az emlékkoncerttel folytatódott, ahol az egyetem kiválóságai mutatták meg tehetségüket a klasszikus zenei blogban, majd Bíró Eszter műsora következett, a zsinagóga udvarán pedig Jáger András színművész zenés produkciója kápráztatta el a közönséget, az esemény fogadással zárult.